Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves megjelentek! Egyrészt kicsit zavarban vagyok, mert ennyi kiváló szakértő jelenlétében erről beszélni, amit itt most én feladatul kaptam, ez azt gondolom, hogy botorság lenne. Úgyhogy ezt a felelősséget, ha lehet, egy pillanatra elhárítom magamtól. Inkább abba a kettős és meglehetősen személyes szerepbe bújnék, ami engem ezzel az egész Hugyec üggyel összekötött, és mind a mai napig összeköt. Amikor először találkoztam Hugyec László szerepével és életművével, az a magyar államigazgatásban egy olyan nagyon megszokott pillanat volt, amikor kiderült, hogy erre az ügyre elfogyott a pénz. Ez gyakran átéli az ember. Ott álltunk a Sanghaji világkiállítás után, és az imént említett jelentős évforduló előtt. És mindezt egy olyan külpolitikai környezetben éltük át ezt a helyzetet, amikor számomra egy pillanat alatt világossá vált, hogy Hugyec László személyén és életművén keresztül egy nagyon fontos üzenetet tudunk közvetíteni, nem pusztán Magyarországról, hanem a visegrádi államokból együtt és Közép-Európából, abba az egyre jelentősebb és egyre dinamikusabb nagyvárosba, Sanghajba. Ne felejtsük el, hogy 2010-ben kormányalakítás után akkor ugye rögtön tudtuk, hogy először az Európai Uniós elnökség lesz a mi feladatunk, annak is számos kulturális momentuma volt. Azt is tudtuk, hogy a ciklus vége felé a visegrádi négyek elnökségét fogjuk betölteni, és azt is tudtuk, hogy az úgynevezett keleti vagy globális nyitás szellemében, jegyében a magyar külpolitika új utakat is fog keresni az eddigiek mellett. Kezdeném ezzel az utolsóval, mert azt hiszem, hogy ennek tényleg óriási jelentősége van, és azért van óriási jelentősége, mert ez furcsa módon, bár újdonságnak tűnt a politikai kommunikációban, de egy olyan vonala a magyar külpolitikának, a magyar szellemtörténetnek, a magyar gondolkodásnak, aminek nagyon mély hagyományai vannak ebben az országban és ebben a régióban. Nem arról van ugyanis szó, amit sokszor kritikusok furcsa módon pellengére szoktak állítani, hogy a nyugat és a kelet közti választás jönne szóba. Még csak nem is arról a költészetből ismert kompország jelenségről van szó, amit megint csak sokan szoktak emlegetni, hanem arról a szerves egységről, hogy milyen módon tud a nemzeti gondolat, a közép-európaiság, az európai beágyazottság, és ugyanakkor a kelet felé, a keleti gondolatok felé való nyitottság egy helyen összpontosulni, és milyen módon tud ez a külpolitika sokszínűségében is megjelenni. Különösen a keleti kapcsolatokban nagyon fontos az, hogy a hagyományt valamilyen módon a magunkévá tegyük. Hogy ne egyfajta újítóként jelenjünk csupán meg, hanem vissza tudjunk utalni azokra a hagyományokra, amelyek a két ország kapcsolatában, a két kultúra kapcsolatában korábban is megvoltak. Nos, hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy nem pusztán a magyar-kínai kapcsolatokban, hanem és nem pusztán a két város kapcsolatában, hanem egyáltalán a közép-európai nemzetek közössége és a távoli kínai társadalom közötti kapcsolatnak is egy olyan reprezentánsa és egy olyan szimbóluma Hugyec László, ami által teljesen természetes volt, hogy a külügyminisztérium ezt az ügyet felkarolja. A másik szempont még mindig külpolitikai, ez már itt Kövér elnök úr által is, és a bevezetőben is említésre került, ez az a gazdagság, ami a régióban megjelenik. Az a gazdagság, amit hogyha ügyesen teszünk magunkévá, ügyesen reprezentálunk kifelé,
akkor nagyon világosan kiviláglik az, amit manapság azt hiszem helyes módon gyakran ismételünk, hogy a kulturális sokszínűség, ami immáron a Lisszaboni szerződésben is lefektetett európai érték, a nemzeteknek az az együttélése, ami olyannyira jellemző erre a régióra, és ami annyira megőrzendő minden egyes elemében. Nos, ez a sokszínűség, ez a kreativitásnak a forrása. A kreativitás pedig egy olyan tulajdonsága ennek a régiónak a sokszínűség által, ami adott esetben a gazdasági fejlődésre is nagyon jelentős hatással bír. Én azt hiszem, hogy amikor arról beszélünk, hogy ennek a régiónak milyen hatása van, nem pusztán az európai összefüggésekben, hanem globálisan is, akkor folyamatosan rá kell világítanunk erre a kulturális sokszínűségre, az ebből adódó kreativitásra és a kreativitásban rejlő gazdasági fejlődési lehetőségre. A múlt évben, amikor Shanghai-ban Hugyes László születésnapján koccintottunk a Park Hotel tetején, akkor nagyon többféle hagyomány, szimbólum, jelzés volt ott együtt. Ugye nagyon érdekes ennek az egész életútnak és a családtörténetnek is a szimbolikája. Miért tudott ő ilyen magas házakat építeni, és itt nem akarom elvenni az építésztörténészek kenyerét, azért, mert az édesapjától megtanulta, hogy hogy lehet jó alapot építeni, aki ugye a budapesti föld alattit építette. Ez a hagyomány került oda át. Ezáltal lett hosszú évtizedeken keresztül az a bizonyos Park Hotel az egyetlen olyan épület Ázsiában, ami ezt a magasságot képes volt elérni. Ha ma körülnézünk, látjuk, hogy nőnek ki Shanghaiban is, de másutt is gombamódra a földből ezek az épületek. Ezeknek a gyökere, a szellem történeti háttere sajátos módon a budapesti föld alatti alagútjában rejlik, ha megengedhetnem magamnak ezt a gondolati kalandot. Egy másik, ami fölmerül, és most rákanyarodnék arra, amit egyházi világi elöljárói minőségemben mondanék, ez Hugyes László hite, amiről tudjuk jól, és ez számos életrajzi forrásban is felbukkan, ugye az ő esetében nagyon sokáig egyfajta dilemma volt, hogy evangélikus lelkésznek álljon, avagy építész legyen. Most nem ez az a hely, ahol az evangélikus hitelvek és a luteri teológia részleteiről mélységében kellene értekezni. De azt gondolom, hogy azok az alapelvek, a sola gratia, tehát csak a kegyelem, a sola scriptura, a csak a szentírás, és egyáltalán az az érzés, ami azt a szuverenitást adja, hogy valaki a jó Istennel van közvetlen kapcsolatban, rábízza saját magát, bízik a kegyelemben, és mindezt egy nagyon komoly szentírási alapon teszi. Nos, azt hiszem, hogy ez se puszta gondolati kaland, ha megkockáztatom, hogy Hugyes László életművében ez a motívum is nagyon erőteljesen jelen van. Amikor tavaly Shanghai hideg, szeles utcáin próbáltuk a Hugyes épületeket újra felfedezni, megtalálni, akkor nagyon érdekes tapasztalat volt, ismerve persze az életművet, hogy hányféle forrásból táplálkozott az ő építészete. Hogy milyen kiváló mesterember volt. A megrendelő nagyon nagy hatással volt rá. Nem az önmegvalósítást kereste, hanem járta a világot, tudjuk jól, hogy évről évre átment Amerikába, Európába a legújabb motivumokat, a legújabb stílusokat felfedezni. Ezeket megpróbálta magába olvasztani, és ott a nyilván jómódú megrendelőknek, vagy akár a helyi luteránus közösségnek olyan épületeket tervezni,
amelyek persze képviselik az ő művészi szuverenitását, de ugyanakkor a maguk alázatával képes szolgálni a helyi közösség, vagy a lakók, a magánemberek, a megrendelők érdekét. Azt gondolom, hogy ez is egy olyan jellemvonás a Hugyec Lászlónak, az önmegvalósítás egyfelől és az alázat másfelől, ami olyan személyé teszi őt az építészeten túl is, ami akár nemzetközi összefüggésben, akár a közép-európai kreativitás megjelenítőjeként, vagy akár a luteránus hitelvek képviselőjeként mindnyájunk számára mind a mai napig példa lehet. Köszönöm a figyelmet.